Elmarad. Ez a kulcs szó az idei nyári fesztivál szezonban. A rendezvények egy részét meg sem szervezték, a többit pedig hónapokkal, hetekkel vagy akár napokkal a kezdés előtt lemondták. Bizonytalan szervezők, csalódott fesztivállátogatók, napról napra változó rendeletek, szabályok, ajánlások. Egy egész szektor munka és bevétel nélkül. Mutatjuk, milyen az idei nyár. Idilli kép a Ludasító partján, bujanád, érintetlen természet, magányos tanya. Ideális fesztivál helyszín. A korábbi évek vidám hangulatú rókafesztjére idén csak a részletek emlékeztetnek. A halmokban álló fakordon, a lecsupaszított színpad, a felfűzött égősor. Fesztivál azonban nincs. A szervezők egy héttel a start előtt döntöttek úgy, hogy nem kockáztatnak. Nem szeretnénk, hogyha bárkinek valami baj esne, elkapná a betegséget, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább lemondjuk, és hát inkább a maga az önkéntes csapat fog egy kicsit fejlődni, és próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a következő év az még jobban sikerüljön. Bennünk van az, hogy mi egy nagyon jó csapat vagyunk, úgyhogy valamilyen szinten talán jó is ez a kis pihenés, hiszen itt tényleg egy jobb fesztivált tudunk összehozni, de hát nagyon elkeseredtünk tényleg. De én úgy gondolom, hogy ez a kis szünet egy picit jó abból a szemszögben, minden kicsit magába merüljön és átgondolja, hogy mi legyen a következő lépés az életébe. Hány embernek a munkája volt benne ebbe az idei fesztiválba? Hányan dolgoztatok rajta? Hát több mint 200 fellépő jött volna magára a Róka Fesztiválra. Van egy 20 fős önkéntes csapatunk, és 3 főszervezőnk, és még rengetegen. Tehát vannak dizájnerek, akkor magán a rókatanya tulajdonosai, akik a szüleim egyben. Úgyhogy tényleg nagyon sokan mondanék egy 300 fős csapatot, aki nagyon keményen dolgozott. A nyár legelső és legcsaládiasabb fesztiválja július 9-én megnyitja kapuit a Vásártéren. 8. alkalommal várunk Vagyar Kanizsán, ahol 2 színpadon 3 napig magad mögött hagyhatod a világot, és bulizhatsz a Ród, az AVS, Rudán Joe, Kalapács, Depresszió, Metzger Viki, AK26, Manuel, Energia, Exuband és számos neves előadó társaságában. Bizakodók voltak a Kanizsa Fest szervezői. A júliusi rendezvényre már minden készen állt. Táborhely, családi programok, neves fellépői gárda. Hamarosan találkozunk! Kanizsa Fest! De ez lett a vége. A Magyar Kanizsai Vásártéren síri csönd és por, a kapu zárva, rajta lakat. A Kanizsa Fest szervezői az utolsó pillanatokig kitartottak, de végül úgy döntöttek, az egészség az első. A fesztivált szeptemberre halasztották. A döntés egyetemmel lelkiismereti döntés részemről, szervezőtársaim részéről. Talán két részre is tudnám ezt bontani. Egyrészt én itt születtem. Én nem tudom azt vállalni, hogy én idehozok egy vírust Magyar Kanizsára, és aztán azoknak az embereknek a szemében nézek, akik esetleg ebbe megbetegszenek, vagy a családtagjaik megbetegszenek. Ezt a nagyon súlyos lelki terhet én nem tudom vállalni, és ez volt az egyik oka. A másik oka pedig az, hogy a Kanizsa Fest, ez a vajdasági magyarság egy kiemelt fesztiválja. Tartozunk a saját nemzetünknek azzal, hogy fegyelmezettséget tanúsítunk ebbe a nagyon nehéz helyzetbe, hiszen ha bármiféle gond származna abból, hogy megtartjuk ezt a fesztivált, az nem csak ránk nézve lenne nagyon súlyos következménye. A közkedvelt Oromi Malom Fesztivált is lemondták. Előbb magát a fesztivált, majd az építő és alkotótáborokat is. A Facebookon már közölték is a jövő évi dátumot. 2021. augusztus 12-e és 14-e között szervezik. A már megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek a jövő évre, de aki szeretné, visszaigényelheti a bérletárát. A jövő évi bérleteket szeretnék egész évben árusítani, változatlan áron. Jövőre szeretnénk ezt folytatni, tehát most egy picit újra gondolnánk ezeket a dolgokat, tehát ugye ez a helyzet
nem tekintek rá tragikusnak gyakorlatilag erre a mostani helyzetre. Ez egy új irányvonalat ad, ami nem csak a fesztiválra vonatkozik szerintem, hanem az embereknek úgy általában az életére. Tehát ez egy új iránymutató. Lehet ezt kezelni tragédiaként is, de lehet belőle tanulni, és ebből szeretnénk tanulni. Az idei Palicsi Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválját, ami sorrendben a 27. augusztus 8-a és 14-e között tartották volna meg. Az új időpontot a járványügyi helyzet alakulásának tükrében tűzik ki. A járványhelyzet alakulása és a szigorodó rendelkezések miatt elmarad a kishegyesi Dombos Fest összművészeti fesztivál is. Az idei lett volna a 20. Ezért a szervezők különleges programmal készültek. A Palicsra tervezett programrészt, Lajkó Félix koncertjét és Berec András fellépését már korábban lemondták, de a kishegyesi koncertek lefújásával az utolsó pillanatig vártak. Nagyon sokan reménykedtek abban, hogy a Hegyalja utcában, a Löszfal tövében mégis lesz buli, lángos, jó zene, beszélgetések, találkozások. A szervezők a Facebookon és a Dombosfest honlapján tették közzé a hírt, hogy mindez végül mégis elmarad. Az egyik legnagyobb nyárzáró fesztivál, a szabadkai Interetnó is a képernyőre költözik. Augusztus 22-e és 26-a között a Pannon TV-ben, valamint a fesztivál honlapján és Facebook oldalán lehet majd megnézni az erre az alkalomra készített különleges tartalmakat. Az online térbe költöztek a szabadkai VM4K rendezvényei is, köztük a kellemes és népszerű nyáresti koncertek. A színszikász is közönség nélkül, a kamerának zenélt. Az érdeklődők később otthon nézhették meg a felvételt. Közönség egy akkora energiát ad vissza, ami felbecsülhetetlen. És ezt úgy érzem, hogy ez kölcsönösen így működik, a közönségnek sem mindegy, hogy most online nézik, vagy esetleg visszanéznek egy régi koncertet, még ha meg is próbálok hozzájuk kommunikálni, és visszajeleznek szívecskékkel, vagy emojikkal, az azért még mindig nem olyan, mint hogyha élő koncert lenne. Biztos, hogy teljesen más lesz, mi már nagyon régóta próbálunk, tehát elvonult a zenekar, és most egy nagyon új és nagyon energikus dologgal térünk vissza, viszont sajnáljuk, hogy ezt nem rögtön a közönségnek tudjuk megmutatni. Viszont ennek ott a másik oldala, hogy most sokkal intenzívebben tudtunk dolgozni, és valahogy azt érzem, hogy most sokkal jobban oda tudjuk magunkat tenni, mert már mindenki annyira várja ezt a pillanatot, már az online koncertet is, és majd mi lesz akkor, hogyha már végre élőben is zenélhetünk a közönségnek. Nagyon-nagyon várjuk. Az idei nyáron folyamatosan változtak az előírások, az ajánlások, hol lehetett rendezvényt tartani, hol nem. Most azért július második felénél tartunk. Hány koncertet sikerült adnotok eddig nyáron? Ezen a nyáron nem sikerült koncertet adnunk, és az első fesztiválokat is már előre lemondták, mert mondták, hogy valószínű, hogy az egészségügyi szempontokat nem tudják úgy betartani, és nem tudnak olyan lépést tartani. Én őszintén elsírtam magam már a második kicsit megszorítás után is, tehát az volt bennem, hogy
hogy nem is csak anyagilag, hanem úgy zeneileg nehéz ezt most átvészelni, mert már január-február óta érezhetjük azt, hogy valami megváltozott. Aztán márciusban a karantén ez rátett még egy lapáttal, és ez a helyzet most, ez a nyári helyzet, hogy elmaradnak a fesztiválok, elmaradnak a bulik, és elmaradnak még a kisebb találkozások is, tehát hogy most a nagyobb szülinapok is elmaradnak, és minden olyan rendezvény, ami valójában eddig fontos volt az életünkben, hogy összejöjjünk barátokként, és találkozunk, ez most elmarad. És engem nagyon megrendített, aztán összeszedtem magam, és úgy voltam vele, hogy hát most ez történik a világban, nem tudok mit csinálni. Reménykedek, hogy szeptemberben más lesz, de tudom azt, hogy azért benne van a pakliba, hogy ebben az évben nem sok koncertet adunk. Hát ez az év ilyen lett. Hasonló vagy talán még nehezebb helyzetben van Kovács Nemes Andor, akinek zenekara Magyarországon ugyan a kisebb rendezvényeken fennléphet. Ő azonban a határ szerbiai oldalán rekedt, így most kényszerpihenőjét tölti. Semmi, nulla, minden le van mondva, minden fesztivál le van mondva. Magyarországon 500 főig tarthatnak ugyan rendezvényeken, viszont én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy igaz, bár van magyar állampolgárságom, de Szabadkán ragadtam, úgyhogy az első koncerten részt se tudtam venni, úgyhogy helyettes énekes volt helyettem a Barbanegrában. Így alakul a nyár. Mindenféle online koncertek vannak, online kulturális tartalmak, mennyire hiszel ezekben? A kezdeményezésnek és gesztusnak nagyon aranyos, de hát nincs ez az élőzenének a feelingje, az érzelmei, azok pótolhatatlanok. Tehát ez ugyanaz, mint mikor megnézel egy színházi előadást online, vagy akár videón, vagy valami, nem adja vissza azt, tehát muszáj ott lenni élőben, látni kell az embereknek az izzadság cseppeit a színpadon, akkor van neki értelme, szerintem. De hát mi nem is törekedtünk erre az online dologra a mi zenekarunkkal, mert nem olyan egyszerű ezt összehozni. Talán még bonyolultabb, mint egy élő koncertet, úgyhogy inkább pihentünk, hál' Istennek. Így 6 év után végre ez az első nyár, amit úgy laza. Online formába került a Palicsi Summer Trip. A korábbi 10 év videóanyaga nézhető vissza, és a fellépő DJ-k szettjei is elérhetők. Emellett 4 lemezlovas, 4 látványos palicsi helyszínen rögzített fellépését is láthatják az online fesztiválozók augusztus folyamán. Ja, ez is egy érdekes dolog lesz, ugye, hogy a háttérben palicsi, a háttér lesz attraktív palicsi helyszínekkel. Tehát ez is egy palicsi turizmus, próbáljuk így online formában promotálni. Tehát most ez valahogy így ilyen irányba mozdul ez az egész dolog el, ugye, hogy nem lehetnek rendezvények, sorra fújják le a rendezvényeket, és ezáltal így próbáljuk Palicsot promotálni kicsit, mint destinációt. Több zentai fesztivál sorsa is kétséges. A rendezvénynaptárunk szerint augusztus közepén kellene megtartjuk az I Love Zenta rendezvényünket, és a szeptemberben pedig, szeptember 11-én a városnapi nagy rendezvényt. Jelen pillanatban igazából bátor lennék, ha azt mondanám, hogy meg lesznek tartva, de akkor is azt mondanám, hogy nem lesznek. Ilyen volt a hangulat az Adai Green Future Fesztiválon 2019-ben.
civilization. Az idei bulit augusztus közepére tervezték, de július végén lemondták. A szervezők Facebook bejegyzésükben őszintén írnak az anyagi háttérről is, köszönetet mondva azoknak, akik nem kérték vissza pénzüket a megvásárolt bérletekért, hanem kivárják a jövő évi fesztivált. A vajdasági fesztivál szervezők számára három lehetőség maradt. Az online megoldások kihasználása, a program teljes lefújása vagy a halasztás. Utóbbi a legbizonytalanabb. Vajdaság legnagyobb fesztiválját, a Péterváradi Exitet is előbb későbbi dátumra tolták, majd a szervezők úgy döntöttek, végleg letesznek az idei megvalósulásról. Egy biztos, amíg nem javul a járványhelyzet és nem enyhülnek az intézkedések, nincs fesztivál Vajdaságban.